Csak a buli a lényeg, így van. Jól érezzük magunkat. Valóban minden adott volt ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát regőben szombaton. A településen közös sütés-főzést rendeztek. Voltak, akik igazi különlegességekkel készültek. Ez a család például kakaspörköltet főzött pulykaherével. Az is lett a neve, hogy szárnyaló tökök. Ezen fantázia néven adtuk le a zsűrinek a mintát. A helyi Antal Zoltán két kategóriában is nevezett a főzőversenyre. Bográcsban főtt és sült étellel is készült. Egy vörös csülő készül grillen, és hagymás krumplival és lila káposztával lesz szállalva. Habpartival is készültek a szervezők a szombati napra, így amíg a felnőttek a finom ételekkel és italokkal voltak elfoglalva, addig a legkisebbek is jól érezhették magukat. Regőben 14. alkalommal szerveztek közös főzést. Három kategóriát indítottunk az idén is. Pörkölt bográcsos kategória, amiben a pörköltek halászlé, tehát ami a bográcsos ételek készültek. Aztán az egyéb kategóriában a tárcsás grillételek, és az idén sikerült egy gyermek kategóriát is kialakítanunk, ugyanis több gyermek jelentkezőnk van, akik nagy-nagy szeretettel főznek. A közös főzést délután jó hangulatú beszélgetés zárt a regőiben.